Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Hát ez baromi furcsa volt ez a zene most. Én nem értettem, de biztos. Tehát így... Ugye egy ideje most YouTube-ról nyomatom a zenét, mert a Monster Cat az valahogy nem tudom. Tehát allergiás lett a PC-re. Ilyen van. Tehát úgy néz ki, hogy a Twitch így szűr, vagy én nem tudom. És az a lényeg, hogy nem, az Istenén nem megy, ezért YouTube-ra csinálom a zenét. Na most a YouTube meg nem tudom, vagy csinál olyanokat, hogy nem tudom. Tehát a Knife Party számból még volt hátra. Tehát így... És úgy döntött, hogy... Csak nem tudom, hogy mire váltott át, meg miért. Na mindegy, az ő dolga. Az ő dolga. Én nem vitatkozok már ezekkel a felső rendű karhatalmi dolgokkal. Olyan jó ez a zene? Melyik? Mert ugye azt tudjátok, hogy ugye, amit így eredetileg berakok, az nyilván tudom, hogy mi, de ugye itt a streamer gépen én azt nem hallom. Szóval biztos jó, amúgy, de fogalmam sincs. Mármint nyilván most a Power Glove-ot tudom, hogy mi, csak mondom, én itt nem hallom. Az egy dolgot nem hallom vissza, mert ugye alapvetően ez az egyetlen egy dolog, ami a streamer gépről szól. Az erre. Minden más ugye innen jön, a másik gépről. De biztos jó volt. Biztos jó volt. Tudom, mert vannak ilyen mindenféle ilyen hülye playlistem ezekre az esetekre, csak most így nem tudom, már ideje úgy nagyon-nagyon rángatom őket, mert hogy nem megy a Monster Cat. Na, nem mindegy. Remélem minden oké, srácok, hogy jól telt a hétvége, stb. Hát, nem is tudom, hogy mivel kellene kezdeni. Biztos sokan láttátok ugye, mert tudjuk, hogy sokan néztétek ugye a Super Bowl-t, vagy nem tudom hány százan írták, hogy mindenféleképpen fennmaradnak, úgyhogy gondolom azért fáradt egy csomó mindenki, mert hogy ez egy kicsit megrángatta az embert. Hát én szokásos esetben ugye azért voltam csak izgatott, hogy milyen trailerek lesznek a szünetben. Volt egy pár jó kis mozitrailer. Nem is tudom, hogy miket kellene kiemelni. Ugye volt ami így azért biztos, hogy sok mindenkit megmozgatott, ugye volt az új Han Solo filmnek az ilyen, hát ez igazából szerintem ilyen teaser trailer volt. Bár ahhoz képest hosszú. Tehát, hogy mit tudom én, ilyen 1 perc, 10? Ja, de van az 2 perc is, nem? Egész hosszú. 2 perc? Az a teaser. Nem tudom, már is megnézem. De ja. Mondjuk az durva volt. Várjál, itt van. Egy perc. Egy perc, na. Okay. Egy perc, igen. Szóval, hát igen, hogyha levesszük az elejét, akkor 50 másodperc, igen, jogos. Szóval, az volt, az úgy érdekes egyelőre, nem hiszem, hogy mondjuk olyan nagyon sok mindent meg lehet tudni ebből a trailerből, még ez még csak egy teaser, majd kinyomják a végleges cuccot, és akkor majd meglátjuk, hogy amit úgy értem, hogy a végleges terület, és akkor majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. A másik érdekesség volt ez a Skyscraper, ez nem tudom, hogy... Igen, nekem is, Norbi, hanem úgy nagyon fura volt látni Woody Harrelsont. Én annyira idegen volt így ugye az univerzumból, de majd biztos jó lesz, fogalmam sincs. A Skyscraper az megint egy rock film. Kicsit olyan, mint hogyha John McClane-nek most műlába lenne, és sokkal nagyobb lenne, és kopasz. De amúgy nem sikerült kiderítenem, hogy amúgy alapvetően miről szól a Skyscraper, de nekem tök olyan volt a Skyscraper, mint a Nakatomi Plaza, csak most a rak van benne. Kellett egy ilyen film. Én nem tudom most, nem tudom, olyan furcsa volt, nem tudom, hogy láttátok-e a trailert. Érdekes. De bizonyára megvan a saját története a filmnek, és nagyon izgalmas lesz. Igen, van már rendes. Ja, Adam Green, akkor van már hosszú belőle. Oké. Rock az építésze az épületnek, kigyullad, rákenik, megoldja. Akkor nem olyan, mint a Die Hard. Csak a teaser volt olyan. De legalább az úgy izgalmasnak tűnt. Majd kiderül. De mindenképpen kellett vele egy felhőkarcos film. Nem lehet megúszni, hogy ne legyen a Rockkal felhőkarcos film. Kell. Két érdekesség van a trailerekkel kapcsolatban, ami engem nagyon
úgymond nem az, hogy meglepett, csak úgy tényleg tetszett. Az egyik az a Jurassic World Fallen Kingdom trailer, ami tök para. Tehát én nem tudom, hogy ez nektek mennyire jött át, hogy ugye lement a trailer, jó, persze, igen, mindjárt már az a főszereplő srác még mindig meg akar dugni egy velociraptort, mindegy. De a trailer maga az valami brutálisan para. Én nem tudom, mi lesz ez a film, de úgyhogy azért eléggé hajlott alatt a léc, már mint olyan szinten, hogy nem tudom, milyen megvalósítás lesz, de parás lett. De parás lett. Érdekes. Tetszik ez a másik fajta koncepció, hiszen azért na, az első rész is elég parás volt abban az időben. Úgyhogy kiderül. De nekem tetszett. Az abszolút tetszett. A másik dolog pedig, ami érdekes volt nekem, az a The Cloverfield, mi a faszom volt annak a Paradox? The Cloverfield Paradox. Azt hiszem az. Paradox, igen. Amit én elsőre nem értettem, de majd ti megmondjátok, mert mindig jobban értetek hozzá. Szóval, nem tudom, mi közel ennek a Cloverfieldhez, de ez valahogy az űrben játszódik, és Netflixes. Azt, hogy Netflixes, az világos, mert a végén a trailernek kiírja, de nem tudom, mi köze van a cucchoz. De tök érdekes. Tök érdekes. Na várjál, ezt én most saját kezűleg. Köszönöm szépen. Szóval a mai naptól lehet nézni a Netflixen. Azt nem tudtam, hogy lehet már nézni. Na mindegy, erre nagyon kíváncsi leszek. Semmi köze nincs az előző filmekhez. Na jó, de a témakör az csak ugyanaz, nem? Gondolom a Universe ugyanaz. Annyi. De az űrben van! Lehet, hogy oda menekülnek az emberek. Nem tudom. Megnézted reggel Fake Death, és milyen? Jó lett? Nem lett jó? Nem tudom. Nekem nagyon tetszett az első is, meg most ez a legutóbbi is ugyanabban a világban játszódik. Aha. Így van. Azt tudom, hogy az első és a második között is csak ugye gyakorlatilag ugyanaz történik, de nincsen közvetlen kapocs. Akkor ez is ilyen ugyanaz az univerzum. Akkor miért ez a szörnyködés addig szörnyködött a Földön, amíg kimentek az emberek az űrbe? Vagy mi a tököm? Hát egyébként. What? Na mindegy, hát hogyha annyira nem voltatok igazából nyitottak ezekre a trailerekre, akkor igazából úgymond hagyjuk a témát. Csak gondoltam, hogy érdekesség, mert mit tudom én, volt egy pár jó. Nem tudom, a többi filmet azt már vágjuk egy ideje, amit mutogattak, ott nem volt olyan nagyon-nagyon új cucc, úgyhogy erről akkor ennyit. Ja, hogy már Netflixről beszélünk, Asmóra reagálva én is elkezdtem az Altered Carbont a hétvégén. Uh-huh. Láttam az első részt, hát izgis lesz. Megmondom őszintén, hogy lehet, hogy nekem voltak túl nagy elvárásaim azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz ez cyberpunk, és mennyire nem. Eléggé cyberpunk egyébként, főleg az utolsó jelenet az tényleg nagyon, nagyon cyberpunkos az sikeredett, de valahogy az első rész alapján nekem hiányzik egy kicsit, hogy még jobban átadja az atmoszférát ez a sorozat. Annyira azért nem rossz. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. Nagyon kíváncsi leszek, tényleg. Hiányozok alól, szerintem a jó zenék. Valószínűleg nekem ez a bajom vele. Ősember Lajos, köszi szépen a 8 hónapot, Hipster Boy, neked köszi szépen a 13-at. Melbimbo, szevasz, köszi szépen az 5 hónapot. Kula Motors, köszönjük szépen a feliratkozást. Weber, köszi a 9 hónapot. Délutános vagy, akkor nem érsz ülni. Köszi szépen. Hunsmithi, köszi szépen az 5 hónapot. Kori Csabi, neked is köszi szépen. Mi is köszönjük. Lengyel B. Jó reggelt, kezdem azt írni, a többi média titeket máshol a reggel adásokat tekintve, mert egy-két nap csúszással beszélnek ugyanarról. Ezek persze aktuális témák, és ti hamarabb beszéltek róla, de ma feltűnt, hogy egy kereskedelmi rádió műsorvezető ugyanazokat a szavakat használta, mint te, Pisti. Ez már gyanús, hogy meghallgatnak titeket, és Ctrl-C, Ctrl-V. Lengyel B. Az a baj, hogy a világ működése olyan, mint egy óriás vállalat.
Lehetséges, hogy a dolgozóknak a 95%-a látja, hogy szar, de mégsem tudnak tenni ellene. A világ is egy kicsit ilyen. Az, hogy mondjuk tegyük fel, bizonyos emberek olyan dolgokat csinálnak, amik sok mindenki számára nem helyén valóak, azon sajnos ettől függetlenül nem tudunk változtatni. Úgyhogy már azt nem láttuk még az új Han Solo előzetest, mondd, milyen volt. Szóval, szóval nem tudunk ezeken változtatni, ez egy ilyen dolog. Aki akarja, hadd csinálja. Az az igazság, hogy olyan szintű tehetetlenség van ezt a fajta médiát tekintve végleg, az internetet tekintve meg aztán teljesen, hogy egy ilyen vávonás, lengyelbé, egy vávonás az egész. Németországban ezeket régóta, de csak most lett szub. Annyi baj legyen egyiptomi, köszönjük szépen. MRB, köszi a feliratkozást. Gandir Takács Gábor, sziasztok! Ti hogy viszonyultok az időjáráshoz az alábbi értelemben? A szüleimnek, meg sok rokonomnak és ismerősömnek sír a szája, valahányszor csak nem süt a nap, hogy jaj, nincs jó idő. De ugyanez van télen is, vagy bármikor, ha egész nap ki sem mennek a lakásból. Én ettől még megagyrágot kapok, mert szerintem minden idő szép. Ha szürke felhős az égtán esik, annak is örülök, akkor is szeretek elmenni sétálni, futni a lakásban, maradni, még jobban is szeretek olyan időben. Figyelj, Gandir, a lényeg a lényeg. Én megmondom őszintén, én nem szoktam károgni az időjáráson, mivel hogy semmit nem csinálok kint, csak megyek. Megmondom őszintén, hogy abban a részében teljesen egyetértek veled, hogy amúgy a legtöbb idő egyébként szép. Mindegyik időjárás fajtának megvan a szépsége, én nagyon szeretem belülről nézni, de az is biztos, hogy van, amikor nem látom a napot. Ez van. De egyébként egyetértek veled, nem kell károgni mindig valami miatt. De tudod, hogy van ez? Ha éppen az időjárás miatt károg valaki, akkor valami más miatt. Egyébként alapvetően én sem szoktam károgni az időjárás miatt, de mégis, hogyha valamikor... Még hogyha nem is vagyok ki, kicsit borúsabb az idő, akkor az ember nincs olyan jó kedve. Nem tudom. Ez már egy észrevettem. Úgy elnyomja az embert, hogy rossz idő van, és akkor így... fura. Valamikor ilyen hatása van rám, de persze valamikor én sem nézek ki az égre, és akkor nincs ott. Braxton, kösz szépen a 7 hónapot, a Rassiel, köszi szépen a 4-et, Vanilacol, köszönjük szépen a 13-at, a végtelenben is tovább haver, és Gilogfrajhun, kösz szépen a 2-t. Kokszugó, a lehető legtávolabb áll tőlem a Clash Royale, de természetesen kipróbáltam. Mobilon most én egy olyan játékkal játszok, amiben egy forgó fadarabba kell dobóképseket dobni. Ennyi. Ezt nyomom most. Meg van egy, amivel ilyen egy kolbásszal kell futni. Azt mutattam. Ja. Azt mutattam. De igazából sok mindenki arra játszik, hogy minél messzebb jusson, én arra, hogy minél többször halljon meg, minél több furcsa módon. Meg kell mondjam nektek, hogy nem vagyok túlságosan jó állapotban. Ennek több oka van. Nagyrészt a nézők, másrészt vannak időszakok, talán évente egyszer, amikor végtelen mód ki tudok bukni azon, hogy mivel jár az, amit csinálunk. És nem tudom, ezek szerint a mobilon is próbálok minél több fájdalmat okozni. Vagy hogy mondjam. Mostanában vannak érdekes dolgok. Egy az, hogy sok a dolgunk. Tehát azt lássuk, hogy sok a dolgunk. Tehát például a mai nap is... Káosz. Nem tudom, egy igazi káosz. Egy igazi káosz. Olyan az egész, mint... Mindegy. Erről inkább nem beszélek. És tudom, nagyon sokat rinyálunk ezekről a dolgokról, vagyis hát legalábbis én. De rossz, de nagyon rossz. Most úgy nem látok ki belőle. És az az igazság, hogy így napról napra tudod így, az ember próbálja, tudod így feldolgozni a dolgokat, vagy mit tudom én, jókat olvasni, tudod, stb. És hogyha így egy-két napra így úgymond magára marad az ember, úgymond a nézők nélkül, mert hogy nincs stream meg minden, akkor az még ront a helyzeten. Aztán ez így nagyon visszás tudám lenni. Tanár úr, aki örömhölgynek szegődik, az ne sírjon, ha megsillanozzák a mutyulóját. Igen, tanár úr, az az igazság, hogy ezt sokszor mondják, hogy aki kurvának megy, stb. Érdekes, hogy ezt mondod. Mi nem akartunk kurvák lenni. Megmondanám azt is, hogy szerintem nem is nagyon vagyunk azok abban az értelemben,
amiben a, amiben a kurvák kurvák. Igen, aki kurvának, majd ne csodálkozzon, megbasszák, de nem tudom, azért átlépünk határokat. Tehát a kurváknak sem mondják két napon, hogy halljanak meg. És tudod így, ilyenkor nehéz elviselni. Na mindegy. Ezt csak arra felmondtam, hogy a kisdobálós játékára egyébként rettentő jól működik, hogy úgy mondjam, nem kell itt izé. Valami lesz majd. Valami lesz majd. Általában elmúlik. Nem kell ezzel foglalkozni. Legalábbis tudom, hogy nem kellene ezzel foglalkozni, de mégis sokan vannak. Az a durva egyébként az egészben, hogy annyira mások vagyunk, mint emberek. Tehát van, akiben például, hogy mondjam, a legtöbb ember, aki például hasonlóakat írkál nekünk, stb., azokban például abszolút nincsen, nem is az, hogy nem értékeli, vagy nem tudja átérezni azt, hogy miket mond, mert az egy dolog, az csak a sima hülyeség. De lelkiismeret abszolút semmi nincsen. Tehát például ez egy olyan dolog, hogy 30 álnéven se tudnék ilyet írni valakinek, mert egyszerűen utána annyira rosszul érezném magam. És nem tudom, ez foglalkoztat a legjobban ebben a dologban, mert nem tudom megérteni, hogy lehetnek emberek ilyenek. De ez már egy régi sztori. Az a baj, hogy amikor meg nem a saját dolgainkat olvasom, hanem így elkezdem nézni az internetet így összességében, akkor meg aztán még úgy sem értem, hogy milyenek az emberek. Tehát lehúzzák a jó dolgokat, megerősítik az igazi foskazán szartartalmakat kétszer, hogy legyen jobb. Tudod, pont a... Még mindig keresik az emberben a hibát. És mindig a hibát keresik az emberben, igen. Tehát tudod így, szombaton már annyira határon voltam, őszintén megmondom, mert az igazság, hogy semmivel nem akarok foglalkozni, csak azzal, amit csinálok, és, vagy azzal, amit csinálunk, és mégis foglalkozni kell néha más dolgokkal is, amikkel abszolút nem akarok foglalkozni, és ennek lassan most már olyan vége lesz, Jani, hogy Jesus Christ, na mindegy, és akközben tudod, így mikor már nem tudsz szabadulni, tudod így a fejedben ettől a sok-sok-sok zajtól, és elkezdem nézni, és tudod így mindenféle videót néztem, tudod, és akkor az a step down, ami megy, az iszonyat. Az valami iszonyat. Valami iszonyat. Megnézel egy gyereket, aki 10 percig egyensúlyozik 3 labdát egy monociklin, érted, és az első komment az, hogy te hülye buzi. És van rajta 1000 dislike. Ezek, tudod, ilyenkor csak ezt látod, tudod, a tunnel vision. Érted? Igen, igen, igen. Utána elkezdtem nézni azt a srácot, amely egy gitárhíróba, tudod, beköti a szemét és úgy keni, érted? A kommentek fele az, hogy fake. Úgyhogy livestream-el. Érted? Tudod, ez a fajta, hogy ilyenkor így elkezdem nézni, és így jön, tudod, a csőlátás nekem, hogy csak a rosszat látom meg, érted? És ilyenkor így nagyon mély pontra tudok kerülni így az internettel kapcsolatban. Hát, és az a baj, hogy olyankor az internet nem segít. Csak ronda dolgokon. Ilyenkor szoktam ugye Discovery ID-n azt nézegetni, hogy hogy elik meg az emberek egymást. Tudod, így titokban, és a többi. Az az igazság, hogy furcsa egyébként, hogy igen, nagyon sokan mondják azt, hogy hát igen, mert ugye mi vagyunk ugye a milliárdos utazó vloggerek, akiknek bajuk sincs az életre. Azt akkor ilyen apróságokon fennakadni azért elég luxus. Maradjunk annyiban, hogy az élet azért nem így működik, és mi se így működünk, és nem ilyen egyszerű. Hát jó. Nem ilyen egyszerű. Furcsa. Most pont hétvégén láttam rá arra, hogy hogyan képzelik el az emberek a mondjuk a youtuberek vagy a streamerek életét, hogy az hogy néz ki. És az a durva, hogy senki nem tudja. És nem azért, mert olyan hűdere ész, dehogy, nem erről beszélek, hanem hogy így mégis mit gondolnak, mi a fasz csinálunk? Ha, hogy így. Magángéppel megyek cigit venni Bodaszőlőre? Délutánonként, mert nem tudom, mivel töltsem el az időm meg a pénzem, vagy mégis mit gondolnak az emberek, hogy élnek a hozzánk hasonló emberek? Ja. Nem bírsz elviselni két negatív kommentet, te milliárdos te! Nem tudom, a legtöbbötökkel a buszon találkozom. Ja, fura amúgy, mert... Tényleg ez van, és az emberek igazság szerint egymást húzzák vissza. Igen. Ez az egészben a legszörnyűbb szerintem. Igen. Hogy így
bármi történne, vagy bárki szeretne valami újdonságot kipróbálni, most tényleg ilyen átlanságról beszélek, akkor mindig lesz olyan, aki hülyének nézi. Igen. Mindig lesz negatív, és mindig kell legyen. Vagy megmondom szintén egyébként alapvetően kell legyen. Mindig van egy ellensúly. Csak ez egy kicsit túlzásban van, de nagyon durván. Igen, csak az a baj, hogy az internet azzal nem tud mit kezdeni, hogyha tönkre basznak. Ja, hát ez tudja. Az internetre kapcsolatban ez igaz, igen. Tehát ez úgy működik, hogy az emberek azt akarják, hogy amit írnak, hatással legyen rád. Igen. Abban a pillanatban, ahogy valóban hatással van rád, egy rinyagép vagy, és amikor őszintén olyan fájdalmat akarnak okozni neked, ami által te abba hagyod azt, amit csinálsz, akkor ők elégedetnek kellene érezzék magukat, de ha ez megtörténik, el is felejtenek egy nap után, és váltanak valaki másra. Tehát soha nem az lesz a reakció, bárhogy reagálsz, mint amit szeretnél. Ja, persze. Vagy mint amit azt gondol, aki írta. Tehát ez, aki beírja azt, dögölj meg, rád szarnék, igen. Érted? Igen. Az olyan, hogy visszaírsz neki, hogy úristen, hogy írja a cíjat, és hát viccetem, haver, mi a fasz? Jaj. Érted? Biztos, hogy a legtöbb amúgy ez lenne, ezt tudja. Nem akartak a szüleid esetleg valami komédiás suliba, vagy esetleg zsonglőrnek adni a humorod okán? Na mindegy, érdekes. Az internet nagyon fura. Én szerintem egyébként a pszichológiának és úgy magának a témakörnek egy egészen új válfaja fejlődött ki. Mióta létezik az internet. Furcsa. Biztos nagyon foglalkoznak furcsa. Ezzel amúgy. Igen, lassan velem is fognak. Hát eleve úgy mond, mint védőpajzs maga az internet is megváltoztatja az embereket. Egy csomó gyáva buzit képeztek ki. Ja, körülbelül olyan 20 éve. Olyan gyáva embereket, akik gyakorlatilag egy szélfújástól olyan tüdőgyulladást kapnak, ami talpvérzéshez vezet és meghalnak a küszöbön. De ettől függetlenül bizonyára jó hatással volt az emberekre. Hát durva amúgy, igen. Az az igazság, hogyha van egy eszköz, ami a múltkor beszélgettünk erről, amit lehet rettentő sok jóra használni, érted? Az biztos, hogy elbasszák. Igen, általában el szokták baszni. De egyébként ez jól működik, ha vele gondolsz. De most nem. Hát de végül is igen. Én egyébként azt látom a mai világban, hogy az internet annyit adott az embereknek, hogy sokkal több esélyünk van az elmúlt 15 évben érvényesülni, mint azelőtt. Uh-huh. Annyi selejt embert forgatott ki magából az internet, hogy egy állásinterjúra úgy legtöbb esetben egy normális ember tuti befutó. Ja, persze, szerintem is, ja. Tehát egy biztos vagyok benne, hogy lejjebb ment a... Hogyne? A hát ne viccelj már, egy átlag minimálbéres eladói fizetésre jelentkezők, mondjuk 5 jelentkezőből 4 nem tudja megmondani, hogy mennyi jövedelmet szeretne magának, mert nincs tisztában a bruttó és a nettó közti különbséggel. Olyan biztos, hogy van amúgy a... Ne, 5-ből 4. Uh-huh. Tehát ez nem biztos, hogy van, ez van több. Uh-huh. Tehát először megkérdezi, hogy bruttó vagy nettó, aztán amikor azt mondják, hogy bruttó, akkor megkérdezi, hogy az melyik. A több vagy a kevesebb? A több vagy a kevesebb. Na mindegy, szóval érted, furcsa ezekbe belegondolni, hogy ez hogy néz ki, vagy hogy milyen. Jobb belegondolni abba, hogy milyen emberek vannak. Csak az a baj, és ezt akartam mondani, hogy előttem meg van egy ilyen szűrő ilyenkor, és ezeket nem látom át, vagy ilyenkor nem gondolok bele, és ilyenkor nagyon fel tudja zaklatni az embert. Greg Németh, egészen biztos vagyok benne. Azt egészen biztos vagyok benne. Mi ez a sok izé? Oké, Joseph. Köszi szépen, Joseph. Köszönjük szépen. Gresztron, köszi szépen a 7 hónapot, a Rassiel, köszi a 4-et, Marilacó, köszi a 13 hónap feliratkozást, ezt már olvastam. Amanda! What? Köszönjük szépen, és üdv mindenkinek ott. Bizonyára fogja folytatni. Midrex! Köszi szépen a baszó támogatást, haver. Jani, McWard Forever. Amint kijön az új Path of Exile Liga, kipróbáljátok? Nem. Nem. Túl sok looter játékkal játszom. Nincs szükségem rá. Gordó, én nagyon szépen köszönjük a córokat. Egy vadállat vagy. Jani Bandi, köszi szépen a 7 hónapot. Csaba, köszi a 2-t. Mirin, küldenek egy kevés virtuális szeretetet. Már érzem is, Mirdin, már érzem is.
És az a fidel biztos, hogy ez természetes már, amennyire azt tud lenni, nálam is gyakran előfordul, hogy mi a szarnak is csinálom. Ezt belefáradtam már rohadtul, most fejezem be. Aztán mégis folytatom ugyanúgy, mint előtte. Kitartást kívánok, üdvök. Figyelj csak, egyébként az internetnek megvannak a, tehát azok a hatásai, kiteszed magad bizonyos dolgoknak, meg azok a hatásai, amik az emberre nézve romboló hatásúak. Jani. Igen. Mondok egy példát. Nem, több példát mondok. Kíváncsi vagyok, mit szólsz ehhez. Vannak ezek a vloggerek. Igen. Mármint külföldi vloggerek, most nem a... ezekre a nagy vloggerekre gondolok, akik meghordítják a világot. De meddig minden víz alatt, hát? Na mindegy, hagyjuk. Nem ez a lényeg. Vannak a bloggerek. És azt látod, hogy mit tudom én, ott van ugye, nyilván Casey Neistat az egyik ilyen legkomolyabb vlogger, ott van, akik tudjátok, a Casey 2. Melyik az a kopi gyerek? Jó, tudom. Mert hogy én... Aki reddel nyomja. Nekem ne kéne kopizni, hát bazzeg. Baszki, hogy hívják? Van az a másik gyerek. Mindegy, hagyjuk, Jani. Na mindegy, igen. Hagyjuk. Ott van Casey Neistat 3, a Peter McKinnon. Igen, aki folyton azt mutogatja, hogy Instagramon hogy kell photoshopolni. Igen, tudom. Ott van, mit tudom én, ott van a másik srác, a demórendszeres gyereknek a vlog csatornája, stb. Szóval nézed, mint egy normális ember ezeket a vlogokat. Igen. Kire milyen hatással vannak a vlogok? Beletekintesz valaki másnak az életében, megismersz egy embert, akinek vagy bejön a stílusa, vagy nem. Nyilván bejön, mert azért nézed. Érdekes helyeket mutat, nagyon klassz a videó, stb. Rájössz arra, hogy ez mennyire egyszerű dolog. És hogy milyen klassz már, hogy bizonyos emberek ugye mutatják a családjukat, stb. Nyílt az egész dolog. Mm. És belegondolsz abba, hogy baszki, milyen faszol lenne már vlogolni. Érted? Mm-hmm. Vagy ez annyira király. Mm-hmm. Aztán rájössz arra, hogy te nem mész sehova. Aztán rájössz arra, hogy a családod nem az az idilli amerikai államcsalád, amit egy ilyen vlogban mutatnak. Rájössz arra, hogy nem egy farmon élsz, ahol egész nap lehet csinálni valamit. Rájössz arra, hogy a kreatív vloggerek, akik egész nap ugye cipőszekrényeket építenek, valójában 4-5 órát basznak el erre egy nap, és neked nincs annyit. Mm. És így... rájössz arra, hogy akkor mi a szarról vlogoljak? A melóban ugye nem lehet, mert értek, nem lehet logolni a melóba. Otthon meg annyira nincs semmi izgi. Ez vajon mit mond egy embernek? Hm? Hogy az élet ez szar? Hogy nincs benne semmi érdekes? Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy néhány emberre elég rossz hatással vannak ezek a blogok. Igen. Mármint úgy értve, hogy ha az ember így belegondol, ebbe én is beletartozok. Abszolút beletartozok. Nincs olyan része az életemnek, ami szerintem érdekes lenne egy vlogba? Nekem nem nagyon van, mármint hogy a hétköznapoknak. De amúgy nekünk tényleg nincs, alapvetően. Ezért hagytuk abba a heti vlogot. Ezért hagytuk abba a heti vlogot, mert kurva unalmas lenne minden nap, azt nézzétek, hogy itt vágjuk meg, sem veszünk fel a videókat. Ja, és tudjátok, ez egy ilyen, hogy... vagy így... fura! Ja, mondjuk ez benne van. Nehéz. Igen. Szóval fura. Nem tudom, kíváncsi lennék rá, hogy hány embernek pattan ez le így. Ez ugye ez már bölcsészfok. Nem arról beszélgettünk, hogy mennyibe kerül a Snickers csoki a presszó kávéval a suli büfébe. Mi volt ezen bölcsész? Szóval szerintem igazad van, és egyébként nagyon-nagyon nehéz műfaj a vlog, a jó vlog. Nagyon nehéz. De nem is az, tehát nehéz meg ember is kell hozzá. Én csak azt mondom, hogy ha én belegondolok abba, hogy bazd meg itt van nem tudom, hogy hány kamera, meg nem tudom, hogy hány mikrofon, de milyen faszal erre már, meg én is vlogolok, geci, de mit? Igen. Semmit! Az élet nem ilyen. Az élet nem ilyen. Hát a legtöbb embernek igen, alapvetően tényleg nehéz feladata van ilyen szempontból. Nem az, hogy nehéz feladata van, csak hogy jó az, hogy tudatosítod az emberekkel azt, hogy igazából nem érdekes az életük? Hát, a fene se tudja.
Na hidd el, sokan úgy érzik magukat jól. Én úgy vagyok vele. Igen, facsak, mondom, fura érzés, és mondom, azt én is érzem, pedig egész nap láttok. Jó, nem azt, ahogy élek, az nem egy olyan izgalmas dolog. Utánozhatatlanul tudom menni a magyaros chipset. Komolyan. És úgy vagyok vele, mint az öreg bácsik, tudod, a borral, meg a röviddel, hogy a nyomorsav balanszot fenntarts, tudod, hogy eszem a magyaros chipset, és akkor nagyon kiszárad a szám, akkor iszok rá egy kis megylevet, ami után egy kicsit már savam lesz, tudod, meg már nem ízlik, akkor még eszek egy kis magyit, úgyhogy de legyen is, hogy ezt így addig csinálom, amíg már annyira tele vagyok tőle, hogy rosszul vagyok, és akkor utána már nem jó. Lehet, hogy ez valakinek érdekes egyébként. Nagyon izgis lenne. És brutális mennyiség egyébként, tehát ez a zacsi, ez iszonyat. A McKennedy-es. Basszó. Biztos van, aki ismeri. Nem, eleve azért nézünk másokat, mert még nem érdekes. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez kurvára nem igaz. Ez kurvára nem igaz. Legalábbis én ezzel nem értek egyet. Nem. Én ezzel nem értek egyet. Hogy azért nézzünk másokat, mert a miénk nem érdekes. Ez nem. Szórakoztató tartalmat lehet nézni. Most miért? Egy akciófilmet azért nézem meg, mert ha nem lövöldözöl. Jó, igen. Jó, hát ha én lövöldözhetnék, inkább azt csinálnám. Lehet, hogy ez igaz. Nehéz megtalálni ezekre egyébként a helyes válaszokat. Ó, a vlog műfajt ne próbáljátok meg körülírni. A vlog műfaj teljesen más attól, mint amit most csinálnak az emberek. Ja, persze, persze. Most ezzel gondolkozom amúgy, de szerintem a legtöbb ember ugye dolgozik. Nincs szerintem ilyen, tehát nincs ideje ezen gondolkozni, szerintem. Hogy miről vlogoljon? Hát igen, vagy hogy nem akar vloggerek lenni egy csomóan, és ezért így ebbe bele se gondolnak sokan szerintem. Igen. Akik vlogokat néznek, belegondolnak, de nem abban az értelemben, hogy most ő, ha elkezdene, igen, csak igen, egyszerűen igen. Arra, hogy rájön arra, hogy ő igazából mit tudna mutatni. Hát ja, de ez igazság szerint ugyanaz, mint hogy leülsz, hogy megnézel egy filmet. Tényleg ehhez hasonlítanám. Tehát, hogy ilyen szórakozásban nézik az emberek a vlogot. Ez jogos, csak egy film, tudod, az egy olyan alkotott dolog. De te, amúgy igazad van ebben, de a film tudod, hogy ugye egy ilyen megalkotott egy valami. Uh-huh. Lehet, hogy a vlog is az. Ja, hát sok esetben. De azt nem tudod, mert ugye az a, igen, tapaszt benne, hogy az egy valóságos, ja. Egy valami. Ja, ja. Ez a rossz benne, érted? Sok esetben. Ja. Persze sok minden ilyen van. De mindegy, én csak azt mondom, hogy nem mindig feltétlenül pozitív egyébként egy vlogot megnézni, mondjuk, hogy így felvidítse az embert. Ja. Ó, köszi, Huni, aranyos vagy. De, Jogi, megoldom ezt a dolgot. A hétvégén mindig rosszabb. A hétvégén mindig rosszabb. Nagyjából a hét közepére így eljutok a csúcspontomig, és akkor minden fasza. Hol is tartottam? Ó, V. Norbeti, köszönjük szépen a támogatást. Ez egy sztori, ami... Oh, Jesus Christ! Micsoda? Oh. Fasza, Vénor Beti. Ezúttal is köszönjük szépen egy ártó cégnek. Köszi szépen. A stressz oka nem szarad le eléggé. Ez nem igaz. Elképesztő mértékben szarom le. Tehát nem tudom neked fokozni, Dávid. Nem tudom neked fokozni, Dávid, hogy mennyire. Ennek ellenére bosszant. Méghozzá az, hogy mások nem szarják le ezeket a dolgokat, pedig tök vicces lenne. Tök vicces lenne. Tégi bácsi, ebben viszont nem vagyok szakértő. Tehát lehet rosszul szarom le. Az lehet. Én amúgy megmondom őszintén, Pisti, én komolyan most így ezen gondolkozom itt reggel. Rájöttem valamire, Pisti. Elmondjam neked? Beszarsz. Figyeljek. Minden, amúgy minden visszavezethető a multiplayer játékokhoz, Pisti.
Most ezt mindenféle vicc nélkül mondom neked, figyelj ide. Mi van a multiplayer játékban? Szóval ugye van ez a dolog, hogy alapvetően én könnyebben túlteszem magam ezeken az atrocitásokon, amik úgy alapvetően érnek minket. Hát, hogy igen, akkor most nem a multiplayer game-ot. Nem, azt a negatív hozzászólásokra, meg a tudod, hogyha így valami, valaki egy pöcs, mondjuk ki. Igen. Na, szerintem oda vezethető vissza, hogy én rengeteget játszottam kisebb koromban, középiskolás koromban is, multiplayer játékokkal, ahol naponta elküldtek a kurva anyámba. És valószínűleg ez volt az oka annak, hogy én ezt így teljesen így ki tudom zárni ezeket az ilyen negatív hozzászólásokat, így furra. De azt én is kaptam. Tehát... Értem, csak hogy valahogy én nem, akkor lehet nem ez az oka. Pedig ezt tudnám visszavezetni. Hogy olyan nagyon sok negatív, meg tudod ez a elküldjük egymást a halálfaszáját. Na, de hát te is ezt csinálod. De persze, mert hogy ez így benne van, érted? Ez benne van, járnak az egész. Na jó, de alapvetően én nem írom be senkinek, hogy dögöljön meg. Azért az őszinte nem vagyok. Hát ne. Úgyhogy ja. De komolyan, ez amúgy megedzi az embert. Ezzel át kell lépni. Hát nem tudom, játszottam én is régen. Kaptam én is ezt a sok szart. Ó, hát annyi ilyen szar volt. Én nem is, csak röjjük rajta. Igazából, tudjátok, az a legfontosabb része az egésznek, hogy talán néha én eljutok arra a pontra, hogy van ez a dolog, amit csinálunk, ami tartalomgyártás nektek. Aminek ennyi a célja igazából, hogy gyártunk tartalmat nektek, és akkor nektek tetszik, vagy nem. Ennyi. És ilyen nagyon egyszerű dologra lebontva, ezen kívül, hogy ezt a végtelen egyszerű két érkezési pontos egyutas dolgot csináljuk, hogy csinálunk valamit, amit így oda teszünk nektek, és ti meg megmondjátok, hogy de jó volt. Ez az egyszerű folyamat, miért nem lehet ilyen egyszerű? Ja. Miért nem lehet minket békén hagyni? Ez egy jogos kérdés. Egyszerűen leszarni a létezésünket, nem foglalkozni azzal, hogy mi vagyunk a világon, figyelmen kívül hagyni így ezt a dolgot, mi így csináljuk nektek ezt a dolgot, nekünk ez így nagyon-nagyon jó, és így köszönjük szépen, de nem szeretnénk az ehhez tartozó fantasztikumokkal élni. Se a felkapaszkodó csomagokkal, se a szerencsétlenekkel, akik azt hiszik, hogy kezdhetnek bármit azzal, amit mi csinálunk, se azokkal, akik néha irigykednek, se azokkal, akik megpróbálnak mindenféle dologgal illetni. Tudjátok, hogy van ez? Rengeteg olyan ember van például, aki úgy áll ahhoz, hogy amit mi csinálunk, hogy meg kéne már tanulni dolgozni, kisfiam. Lekisfiamoznak általában 24-25 évesek. Tehát lássuk be, hogy tudod, van ez a segginekció a dolgozni kezdő embereknek, hogy én már tudom, milyen az élet. Én már melózok. Informatikus vagyok. Számítógépes. Számítógépes. Ember. Egy multinacionális vállalatnál, ami külföldi. Úgyhogy durva. Középvezetőnél magasabb beosztásban vagyok, nap mint nap. 5 napból 4-et home office-ból talom. 400 000. Jól lenne megtanulni dolgozni, te kis fasz. Egyáltalában ez a hozzáállás, de így hozzánk. Tehát ezeket az oltásokat meg szoktam kapni. Nyilvánvalóan én ezekre nem reflektálok most azzal, hogy valószínűleg már akkor dolgoztam, amikor még azt hitted, hogy két kézzel kell. De nem mondok ilyeneket, mert nincs miért ilyeneket mondjak. Csak olyan fura, hogy az emberek mindig ezt csinálják. Mindig így mutogatnak hátra. Beszéltünk már sokat ilyet. De mindegy, miről van szó. Valaki mezőgazdasággal foglalkozik, és szarrá keresi magát belőle. Hát, van földje, ez könnyű. Az könnyű, igen. Ja, hát ez mindig benne van. Akkor miért nem mindenki ezzel foglalkozik, haver? Ez mindig benne van. Miért nem? Élelmiszerboltod van? Hát, van egy boltod, bazznek, ez könnyű. Akkor miért nem mindenki élelmiszerboltos? Igen. Vagy miért nem mindenki youtuber? Vagy miért nem mindenki streamer?
Miért van ez így, hogy mindig rámutogatsz valamire, hogy könnyű, mert csak az a kurva nehéz, amit te csinálsz? Nem, egy ugyanolyan helyzet áll fent, mint a legtöbb esetben. Van valami, amit valaki tud csinálni, te pedig nem. És mit csinálsz? Nem nézed semmivel. Ilyen! Vagy kocsmatulaj! Tökéletes példa. Az hát könnyű, bazzak van egy kocsmát. Tehát az is könnyű. Úgy én is ellennék. Úgy én? Amúgy ezt annyira szeretem, tényleg. Fú, ja. Hát ránk is sok mindent mondanak ilyen szempontból, azt tuti. Igen, mondanak ránk is ilyen dolgok. Egész nap játszhat, ez könnyű. Igen, egész nap játszunk. Ott vannak a szponzorok! Ott vannak a szponzorok, az úgy könnyű. Az. Na mindegy. Az biztos. Érdekes. Igen, csak az a furcsa, hogy én nem akar, az ilyen emberek, akik ugye leírják ezeket, valaki bekommentel alá, akkor visszaírja, hogy ő mennyit keres, hol dolgozik, mit csinál, és kisfiam, mindenki kisfiam. Ez fontos. És azért nem írok be oda valamit én, mert nem akarom megbántani. Jaj, jaj. Na mindegy. Szóval ja, vannak furcsa dolgok itt. Az egészen biztos. De az a lényeg, mindenkinek könnyű. Mindenkinek könnyű. Nuzi, köszi szépen a 2 hónapot. Kösz, haver. Babszer, köszi az 5-öt. Szörrazdál, köszi szépen a 11-et. Nyekenyóka! Nyekenyóka! Köszi szépen a feliratkozást. Dalwurl, köszi szépen a 13-at. Úgy is van. Köszönöm szépen. Fantom Zsolt, kösz a támogatást, haver! Le fogunk menni a térképről, Fantom Zsolt, de szintén munkaügyben, de meglátjuk, hogy fog menni. Ja. Gorduin, én támogattam, hogy a social oldalakra rendes okmányokkal kelljen regisztrálni. Igen, erről már beszéltünk korábban. Lehet, hogy megszűnne a trollkodás itt bizonyos szinten, ez egészen biztos. Fedbi! Köszi szépen! Köszi, Fedbi, de néha nekem is lehet. Tudod, hogy van ez? Persze nem, semmi komoly, csak úgy néha lehet. Néha lehet. Peti, jó reggelt, megjött végre a Fizu is. Csak hogy szakmámon belül maradjak. Ti mit gondoltok a Magyar Honvédségről és új katonaságról alapjáraton? Ti lennétek katonák? Ez egy olyan kérdés, amihez megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudok hozzászólni, Peti. Mármint olyan szinten, hogy így... Hát én biztos vagyok abban, hogy én nem vagyok rá alkalmas. Tehát szerintem én ott hát meghallom. Én sem nagyon hiszem, tehát... hogy én alkalmas lennék a katonaságra. De egyébként annyira én sem értek sajnos ehhez, hogy így. De... Amúgy biztos megvan annak a szakmának is így igazából így a jó része. Ja, meg. Ugye, ha szükség jön, akkor aztán menni kell, stb. Stb. Én megmondom, hogy nekem nincsen negatív véleményem róla, de én nem hiszem, hogy lennék katona. Mármint hivatásos katona. Nem. Mármint, ha opció. Ha nem opció, bánom én, csináljuk. Kösz, Matészka, köszi szépen. Egy állat vagy. Igen, Kopaszagár, sokan mondják egyébként, hogy a katonaság jó volt, hogy volt, megnevelte az embereket, stb. Azt hiszem, hogy én már nem voltam. Mármint nem arról van szó, hogy nem emlékszem, hogy voltam-e vagy nem, hanem hogy pont én már pont nem voltam. Aha. Sőt, talán a nyolc... Nem. Várjál. Mikor ment ki? Én 88-as vagyok, én már nem voltam. De szerintem a 87-esek se voltak. Emlékszik valaki? 87, 88. Azért mondom, hogy én már nem voltam. Ez nem lehet. Srácok, valaki kitépte a csengőt tőből. És nem lehet csengetni. Én sem tudtam ma reggel. És most valaki csengetett. Mi a fasz? Na mindegy. Szóval én már pont nem voltam. 86-osok sem voltak már.
ha előtte se kellett, a felsőoktatásban jártál. Yeah. Nem, Razer Shadow, én nem vagyok 30 éves. Meg ne halljam ezt még egyszer. Majd nyáron leszek. Addig nincs ilyen. Nincs. Nem, és kész. Nem vagyok az. Tetszett. Hol is járunk? Dirty Dave. Jogos, teljesen igazad van. Köszi szépen. Majd Ben! Igazad lehet, haver, igazad lehet. Köszi szépen a csírt. Lierin, köszi szépen a 9 hónapot. Ott a Ninja Baby abban a pillanatban. Papszi, köszi szépen a 2 hónapot. Mackó, köszi szépen a 4-et. Fedbi, köszi szépen a 15-öt. Fuck yeah. Norbi Hunk, köszi szépen az 1 év feliratkozást, egy vadállat vagy haver, ott van a szivárványos kurva élet, nagyon szépen köszönjük. Renka, köszi szépen a 10 hónapot, Joseph, mellesleg tesóm közalkalmazott, kormányablakban dolgozik járműgyintézés részen, a no comment, hogy a fizetése nevetséges, de hogy ennyi pénzért mennyi marhát kell elviselni? Sokkal, sokkal komolyabb ez, igen. Jenny fiatalabb, mint most, igen, igen, van köztünk 3 év. 3. Nice, tanár úr, köszönjük szépen, köszönjük szépen. Peckus, kösz szépen a feladatkozás, Small Green, kösz szépen neked is, Gorduin. De hülye vagy, faszeg. Igen. Linden D, a vloggerek előtt a filmsztárok voltak, ezek a mennyire fasza lehet nekik. De ez pont annyi, hogy nem mindenki filmsztár, egyértelműen irreleváns összehasonlítani, amikor ilyenkor fog megadni, a privát szféra, igazi barátok, tök mások az életpályák. Igazad van, Linden D, és szerintem is az a rossz, hogy megpróbáljuk hasonlítani a dolgokat, már aki megpróbálja. Sini, kösz szépen az 5 hónapot. Bratanki, kösz szépen a fél év feliratkozást. Mi Arby? Ez nem csak az internet, az életben is megvan. Szabad, ahol elmentem egy fasz a programra. Az élménnyel a kis szívemben, és ez okozta bárgyi vigyorra az arcommal másnap. Meló? Kérdezik, mi van? Mesélem. Kamuzol? What the fuck, miért kellene? Aztán a többi dögöljön meg, miből telik erre rá, a többi. Aha, tehát van egy pozitív élményed, amit átéltél, erre a félbanda azt mondta, hogy kamuzol, mert nem is élted át, a másik fele azt mondta, hogy miből van rá pénzed. Igen, ezek nagyon motiváló dolgok, Mi Arby. Mr. Thomas, kösz szépen a 8 hónapot, sziasztok! Sokszor egyébként építő jellegű az, hogy látod mások mit és hogyan csinálnak, mert ezáltal kaphat egy célt az útmutatás. Akik emberekkel kontaktolnak, nem mondta, azok mind beesnek a holdpont alá, nekem például ilyenkor ti vagytok a kikapcs. Mr. Thomas, örülök neki? Örülök neki? Nekem is igazából ti vagytok sokszor a kikapcs már, mint olyan szinten, hogy a nagy mindenből egy szűkebb réteg, aminél örülök, hogy normálisabban gondolkodik. Soldos István! Hát igen. Azokon én is csak rögök, haver. Azokon én is csak rögök. Joseph, könnyű azt mondani, csak ha bele kell vágni egy egyéni vállalkozásba, meg nem egy betanított munkásként havi 140-150 kilóért túlélését küzdeni, megijedne mindenki. Sokan azt se tudják, mennyire szar egy boltot vinni, vagy egyéni vállalkozóként úgy beosztani mindent, hogy jó legyen. Egyéni vállalkozó vagy? Akkor dolgozol, amikor akarsz, nem lehet olyan szar. Ó, dehogy nem. Oda, hogy nem. Srácok, ez most elég durva itt, ami... Tehát ez megint ilyen olvasós live. Ez nem biztos, hogy feltétlenül. Várjátok egy picit, hol tartottam. Pistri, köszönjük szépen a csírt. Igen, megvan. Nem mit, Balú? Pistri, az egész akkor a legáratlanabb, mikor ezt olyan emberektől kapod, akikkel évek óta együtt tanult, én csak pusztán egy bizonyos érdek miatt beléd bassza a kést, én rájöttem, ez mindenkiben benne van. Hát igen. Szörmi, középen a 8 hónapot. Hunriper, sziasztok srácok, csak így reggelre. Ó, köszi szépen, ez fáj. Mesteri, így értem is neked, sokat filózom én is a lóvén. A lóvén sose filóz, haver. Soha ne filózz a lóvén. Abból még soha nem lett, attól még soha nem lett senkinek jobb kedve, és pláne nem lett több lóvéja, hogy filózik a lóvén. Csak egy tanács. Megfordult már párszor a fejemben, hogy hagyjam az egészet, mármint a szüleim pénzének költését, és neki fogjuk dolgozni. Véleményeket kérném a témával kapcsolatban. Hát saját lábon állni jobb, Esteri. Saját lábon állni jobb. Mindig egy sokkal pozitívabb érzés, és egy olyan motiváció az életben, a mindennapokban, ami nagyon sokat segít így az önértékelésben, szerintem. OptiGaming, sziasztok! Szervereket építek és helyi rendszergazdákat szuportálok. Mikor elkezdtem ezt a munkát, az volt a legnagyobb bajom, hogy már mindenki lehet informatikus. Amikor is a főnököm azt mondta, amíg mindenki lehet informatikus, addig lesz munkám. Ha mindenki tényleg értene a szakmához, akkor elmehetnék utcát csöpörni. Ebben igazad van, haver. Ebben igazad van.
Szevasz, piszok, jó reggelt neked is. Dead Scorpion, kösz szépen a 3 hónapot. Viki, kösz szépen a 1/2 évet. Gurentai, kösz szépen a 2 hónapot. Noise, nem menekülsz, Misti, te is csatlakozol hozzánk hamarosan a 3-as kezdőszámmal. Noise. Igen, tudom. Shit. Ez van. Csitke, kösz szépen a 9 hónapot. Csitke, 9? It's 9 time. Bocma, kösz szépen a csírt. Jó reggelt, tény, hogy lemaradtam a mélyen szántó téma elejéről. Nem mélyen szántó, nem mélyen szántó. Csak egy 12 éves gyerek sír az interneten, hogy sokan nézik. De az ilyen emberek szopjanak gombot, foglalkoznak a saját dolgokkal, hajrá, srácok, köszönjük szépen, haver. Tudom én, Noise, tudom én. Varek Szavíc, sziasztok, jó reggelt, bocsánat, nem ide tartozik. Mi a véleményedek a Dude Perfectről? Annyira tudom, mindent full legálba tolnak, semmi kameratrükk. Ja, amúgy én szoktam nézni a videóikat, szerintem tök poén. Csak sokat próbálják. Ennyi az egész titka. Endicube, kösz szépen a feliratkozás, Laca, kösz szépen a baszó donétet, haver. Csak így tovább folytassatok, maradjatok ilyenek, amilyenek most is sokszor óriási erőt adtok egy naphoz, pláne a 915-ös H, ami lassan már úgy, nézek, mint mások a Stallone és YouTube motiváció videót. Hajrá, üdv, Laci. Laci, kösz szépen, haver. Kösz szépen. Anarchy Champion, nem tartok tőle, de még nem vagyok annyi. Atanasz, kösz szépen a 14 hónapot, haver. Nagyon szépen köszi. Fura! Fura, nem tudom. Vizes húgy! Jeez, man! Kösz szépen a baszócsírt. Nagyon szépen köszönjük a támogatást. Majd benn! Ezt a videót sokszor néztem időben, szerintem motivációt, főleg akkoriban, amikor sportoltam. What? Ó, igen, azt hiszem, ezt vágom. Azt hiszem, ezt vágom. Sikerült. De mi? Hát elvitték a csomagot. Ja, azért jöttek, hogy elvigyenek igen, valamit? Igen, igen. Ez mekkora fasság, nem? Azért jött. Mikor valaki azért, hogy elvigyen valamit. Fú! Az ember csengő. Na, olyan miatt? A fasz! Jött valaki, hogy elvigyen valamit. Vizik a házat, srácok. Még tartod, bassza meg. Scuba Diver Hungary. Egy túra miatt sajnos csak tegnap tudtam megnézni a Sea of Thieves streamet. Páratlan, ahogy az elhízott kanál is vezetnek, csak így tovább. Köszönjük, haver! Köszönjük. Chris Leff, kösz szépen a támogatást, nagyon srácok, mit gondoltok? Mikor elkezdtétek ezt az egészet? Mit gondoltunk? Semmit. És szerintem mit tanultál a McWard-ba? A McWard-ba? Hálózatépítést. Érettségizni. Mi? Hálózatépítést. Ja, azt hittem azt tanultad, hogy kell érettségizni. Az a legtöbben a középiskolában azt tanulják. Az érettségit is megtanultam. Nem azt tanulod meg, hanem azt, hogy hogy kell. Hogy kell, azt is megtanulod. És a végén egy vizsgával felmérik, hogy sikerült megtanulod, hogyan kell, és ha sikerült, akkor leteszed. Így van. Az első 4 évben egyébként Excel tanultam. De a 4. év végén... Én nem tudtam, hogy te ilyen skilles gyerek vagy. És de nem, azt sem tudom használni. És az 5. évben pedig hálózatot építettem, ami jó volt. Meg a programozás is menő volt, na mindegy. Ja, úgyhogy alapvetően hálózatépítés. Szóval Máté, a célok eléréséhez egyébként, itt azt jelenti, hogy van egy adott videós, aki nézőtök pénzt kér a stúdiójának megcsinálására, plusz nem is kevés pénzt, 10 000 dollár, szerintem ez számalmas, hogy nézőtök kér pénzt a hitel helyett, ti mit gondoltok erről? Figyelj, vannak olyan community gólok, úgymond ezek a közös célok a közösséggel, amiket ki lehet tűzni, mint egy streamer vagy egy YouTube videós, és el lehet érni közösen a közönséggel, ami mindenkinek az érdekét szolgálja. Egy stúdióépítés nem feltétlenül lesz. Hát nem. Nem. Mondjuk szerintem a fene se tudja. Nem tudom. Nem tudom. Tényleg, hát na, ez durva. De... Hogyha most nekik, annak a közösségnek ez a cél, az a baj, ez nem a közösség célja. Na jó, de hát nekik fog úgymond királyabb tartalmat gyártani valaki. Hát vagy kiadja bérbe. Hát vagy kiadja bérbe. Jó, persze ez benne van, ez benne van. Ez benne van. Szóval érted így. De jajajajaj, igen. Igen. Igen, szíretek meg, mondom, tehát sok mindenki van. Sok minden van, ami megírja támogatást. Mi kértünk pénzt? Pénzt kérni? Aha. Hát,
Nem emlékszem rá, hogy így szándékosan kérdezik. Valami tudod, hogy... Igen, nem emlékszem rá, hogy így kérdezik. Itt most nem az ilyen gólokról beszélek, hogy mondjuk mit tudom én, valaki például az E3-ra szeretne eljutni, ezek tök jó gólok, és tök jó, hogy a community megcsinálja. Szerintem ezek nagyon klasszak, de nem emlékszem. Nem. Na jó, várjál, de azért nem, mert itt vagytok. Tehát... De így van. Mi csak mindig célozgatni szoktunk. Nem csak viccelek. De jó lenne egy iMac Pro, ugye Pisti? Az vajon mennyibe kerül? Milyen drága! Azt már tudnánk vágni. Igen. Na mindegy. Csak viccelek. Mindegy. Nekünk más a helyzetünk. Nem szoktunk kérni amúgy. Nekünk más a helyzetünk. Nem is erre gondoltam. Szerintem vannak nagyon klassz community gólok. Szerintem a stúdió építés egy kicsit túlzás, haver. Mint community, tehát érted? Ez tényleg amúgy. Mondjuk, hogyha egy nagyon drága kamerára gyűjtene, azt mondom, jó. Persze, igen. De, akkor azt mondanám, hogy az úgy teljesen jó. De hogyha most mit tudom én, így kiraknám mondjuk ide fel gólnak, hogy figyeljetek srácok, építkezek boraszőlőn, mindig boraszőlőn. Építkezek boraszőlőn, aztán az alaphoz kéne egy kis beton, úgyhogy most így össze kéne szedni, mit tudom én, egy pár százezret, csak hogy kiöntsék már. És egyébként, ha valamelyikőtök rájön, akkor jöhetne lapátolni. Mert hogy community. Érted? Szóval vannak határok. A határok vékonyak, nagyon vékony határok vannak, de mondom, vannak olyanok, amik nagyon klasszak, és tök jó, hogy együtt sikerül a community-vel elérni valamit. És vannak olyan dolgok, amik egy picit túlzás, amiket még én például egy kicsit túlzásnak tartok, vagy tartanék. És egy stúdióépítése $10,000 az mondjuk kint annyira nagyon nem sok pénz, itthon rengeteg. Az egy kicsit talán sok. Hát Spimi baszki, bedonételnék neki 3 köbméter sódert a ház elé. Ennyi. Ugye, jól jön. Ez ilyen. Scuba Diver Hun. Oh, nice! Fuck yeah, man! Köszönjük a támogatást, ezek nagyon állatképecskék. Mi akár honfél képeztek a páratot? Hol volt gepárd? Magyarországon őshonos. A gepárd? Nem csak kiengedték az állatot. Nem csak olyan túlságosan zöld ott minden, úgy néz ki. Azóta is I9-el csajozok. Szép szkoldelver, állatok. Duka, kösz szépen a csírt! Örök a csácok, Pisti, a te helyzetet hasonlóan én is kiberakott dühös vagyok, mert ma csak 2000 hallgató akarja felvenni a tárgyait, és a rohadt Neptun állandóan kidob engem. További szép napot, és send some positive energy a Neptun pajtásnak. Én neked küldök pozitív energiát, Duka, gondolok rád, a Neptun meg olyan, amilyen. Ja. Tehát az, hogy a Neptun szerver nem bír el 2000 diákat, ahhoz gratulálok. Pedig egyszerű átkötözni az Amazon szervereire, nem annyira nehéz. Ja. De amúgy basszus, olyan erőforrások vannak az egyetemeknél, hogy vicc, én egyszerűen ezért nem értem. Igen, tehát olyan iszonyatos erőforrásokat dolgozik az egyetem, mint az állat. Mi ehhez képest gyakorlatilag két fogpiszkálót dörzsölünk egymáshoz, hát hogy fórum legyen belőle, és működik. Ez tényleg... Mármint a terhelhetősége. Ez tényleg van. Az a baj, hogy a Neptun egy külső cég csinálja, hogyha jól tudom. Nem az egyetem. Uh-huh. És az is egy olyan példa, amikor 100 000 dollárt kell fizetni egy kétfogás internetet. Nem, csak mondom, hogy ez a gond. Az egyetemnek ilyen, mindegy. Lenne hol futni a cuccnak. Bláj, állj meg próra. Kösz szépen a csirtaver. A Neptun szerver az egy illúzió? Nem külső, nem. Két szuper számítógépek van. Igen, az durva. És próbáltak már mondjuk fizetni egy cloud szerverért, mert amúgy ez lehet jobb. De hát basszus, mondom, ilyen szuper számítógépek vannak itt, hogy beszarsz. Hát ezek szerint nem. Hát dehogy nem, csak arra nem a Neptunra használják, hanem számolnak vele, hogy... Mindennyien tudjátok, mit csinálnak a szuper számítógépekkel az egyetemen, ugye? Elméletek nem csinálhatják azt. Mit? Az lehetetlen. Persze, hogy nem, hát sose volt ilyen. A buszon sem utazott még soha senki egy nélkül, Jani. Az életben soha. Biztos, hogy nem. Bizony. Nem pörögnek ott a számolás. Dehogy is nem. Dehogy nem. Bányásznak, mint a szar. A DK-nak a zsebibe, nem? Megy a bitcoin. Hallod, csak este. Csak az egyetemnek kell. Csak este. Csak az egyetemnek, hogy pörögjön már. Srácok, basszak, lesül a Neptun a kurva anyját, nem tudják felvenni az embereket a tárgyakat. Még 27 perc. Igen. Még 27 perc, aztán kész. Utána esküszöm, hallod, egész délutánra diétek. Hát ez kemény lenne, hogyha tényleg esküjálnánk.
Jó, persze ez vicc. Ez persze csak vicc. Ó, igen, azt tudom, hogy nem csak az egyetemek használják a Neptunt, csak itt most konkrétan azt mondták, hogy 2000 hallgató egyszerre akar tárgyat felvenni, ezért mondtam, hogy 2000 ember. Nem, Rizsko Feri, ebben igazad van teljesen. Nem viccnek a fele, igaz? De nekem nincs honnan tudni ezt. Phantom Zsolt, köszön az infókat. Azért nem tud átállni a Neptun mondjuk egy Amazon szervereire, mert külföldi szerverre nem vihetnek fel magyar embereknek az adatait. Ilyen személy adatokat. De hát van magyar hosting is. Hát van magyar hosting, de nem olyan, mint az Amazon. Az ugyanolyan szar lenne. Gondolod? Hát, na jó, mondjuk biztos van olyan, ahol megoldanák, de nem tudom. Fene se tudja. Mondjuk azért tényleg elég sokan akarni, tehát elég sokan próbálkoznak egyszerre. Még úgy, mindegy, fura ez a Neptun, nem tudom. Na jó, de nem 98 van. Na, ez igaz. Sokan próbálkoznak egyszer. Nem, de az a durva, nem, ráadásul még hullámokban is van az egész, tehát nem is tényleg nem egyszer. Az ja, egész fura, egész. Fura. Nem tudom, mi azzal a baj. Eri baba, a Neptun egy magyar cég felhez, de minden egyetem magának futtatja, mint az SAP-t. Jó. Minden egyetemnek van Neptun csoportja, aki az egyetemre szabhatja a formokat, funkciókat. Az egyetemnek dedikálnia kell a konfigot a Neptunra, nem dobálhatják ki a felhőbe, magyarba sem. Okay. Na így most már okay. Most már világos. Most már világos. Csakolaj úr, jó reggelt, jó a téma, az ember tök jól tudja motiválni olykor. Én például elkezdtem csak úgy streamelgetni, miért ne alapon, közel ismerősök reakciói, minek csinálsz ezt a szart, te is netszelebb akarsz lenni. What the fuck, hát előfordul az ilyen, hozzá kell szokni, de ez igaz bármi másra is. Csakolaj úr, ha kimész itt Debrecenbe a Deac teniszpályára, van ott egy ilyen falazós rész. Tudod, amikor így ott egy fal, és van egy vonal, és így ott így a falnak tudod ütögetni a teniszlabdát. Hogyha egy napig ott ütögeted a teniszlabdát, majd szólj, hogy hány ismerősed mondta azt, hogy az életben nem fogod leverni Nadalt, mi a fasznak ütögeted a labdát a falhoz. Kíváncsi vagyok. Ó, nem tudom, nem tisztünk eldönteni, hogy ezek a szerverek jól működnek-e, nem, vagy sem. Hát biztos, hogy nem. Ez tuti. Csak... ez egyértelmű, ez el lehet dönteni. De azt nem tudom az okát. Nem tudom, mi lehet az oka. De mindegy. Nem is, amit tisztünk ezt kideríteni. A hétvégén, srácok, a fórum krízis megoldódott. Megbizony. Volt egy szopógép. Mindegy. Alapvetően egyébként én szoptam be, mert még soha nem volt SSL-es előfizetésem, és nem tudtam, hogy újra kell generálni minden szart, hogyha meg kell hosszabbítani, úgyhogy mindegy. Megoldottuk, mégis úgy adottuk meg, hogy egy külföldi szolgáltatóhoz átmentünk az SSL szinten, de megoldódott a gond. Night mode is on. Szerettem. Ja, meg a night mode is most már van, igen. Szerettem a magyar ügyfélszolgáltat nagyon a hétvégén. Szegény. Amúgy tényleg sajnálom őket, de mondjuk ezek a kifogások. Kérdezze, mondta neki, hogy hát kéne sietni egy kicsit, hogy így mondjon már valamit, hogy miért nem ellenőrzi le a külföldi rendszer, a cuccot. Hát, ez amerikaiak. Ott az üzenet, azt meg tudom neked mutatni. Azért nem ellenőrzik gyorsan nekünk az esélyeket, mert ez egy amerikai cég is. Nehéz őket elérni. Az a külföldiek? Nehéz őket elérni. És aztán a végül... És éjszaka náluk nappal van. Igen. És aztán végül éjszaka sikerült egy amerikai cégtől rendeljek egy SSL tanúsítványt, és 10 perc alatt megcsináltam az egészet. Szóval egy vicc. Vicc volt. De jó volt, jó volt. Nagyon jó fejek voltak. Igen. Én gitárhíroztam hétvégén. Na, az viszont menő. Alapvetően a fórum menőbb. De tényleg. Hát jó, de a gitárhíró is az. Főleg ahogy mutattad, hogy mondtad, hogy milyen. Menő. Jó volt. Jó volt nagyon. Állat az a game még mindig. Tök fura, hogy valami kegyetlen módon szerettem régen. Valami jó volt. És sose tudtam normálisan játszani, nekem nem volt. Mármint kontroller, nem tudom. Jó, nem volt én kontroller. Én billentyűzetet nyomtam. Az jó. Igen. Mint a profik. Az egyiket elhoztam. Igen. Hát az itt lesz. Jó. Lehet majd fantáziálni vele. Jó. Kettő van.
Na mindegy is. Mi csinál? Abos lehetne stream? Minek? Guitar Hero-ból. Minek? Amúgy azt tudod, hogy attól hányok? Hánysz? Aha. A Guitar Hero-tól? Sokat játszok. Na rosszul, vagy miért figyelsz? Nagyon. Nem, hanem... Ali, kíváncsi vagyok, hogy neked milyen lesz. Nektek volt olyanotok, hogy oké, ki más lenne, akkor vége. Srácok, a mai stream érdekes lesz. Kettőtől Far Cry lesz. Nagyjából 3-4-6-ig. Nagyjából. És akkor utána 6-tól, most van egy kis gebasz ezzel kapcsolatban, még nem teljesen világos, hogy lesz-e az a bizonyos 6 órától a 8 óráig stream. Igen. De az a lényeg, azért nem írtuk ki egyértelműen a címét, mindegy, nem volt biztos, hogy játszhatunk vele, stb. Egy nagyon exkluzív lehetőséget kaptunk, és ezzel élni szerettünk volna, mert a múltkor is annyira jó volt így elszórakozni vele, jókat rögtünk. De az a lényeg, hogy érkezik majd itt még az első, az éve első részében, tehát áprilisig, érkezik a Yakuza 6. És azt a különleges lehetőséget kaptuk meg a forgalmazótól, és így ezáltal a kiadótól, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar játszhatunk vele, vagyis ma. Na most, a hétvége folyamán, vagyis a hétvége eleje folyamán bejelentették, hogy majdnem egy hónapot csúszik a Yakuza 6, ezért most nem tudjuk, hogy az embargónk csúszik-e vagy sem. De amennyiben minden marad a régiben, úgy ma lesz Far Cry, és 6-tól pedig Yakuza 8-ig. Igen. 8-tól meg új videó premier. Premier. Szóval ma elég gazdag lesz így a... Tartalomban gazdag nap lesz, ami sosincs. De most Istenem, ez van. Nagyjából ez a terv. Nagyjából ez a terv. Mondom, annyi becsúszhat, hogy mondom, az embargót eltolják, és mégsem játszhatunk vele. Mert még várjuk a választ. Na jó, ide figyeljél, Gólya Gergő. Ez volt körülbelül a 800. alkalom, amikor látom, hallod, hogy mindenki az orradra csap a műsor eleje óta. Érted? Ha sokáig fejed a falat, betörik a fejed. Szóval, erről ennyit. Ez a terv mára, úgyhogy elvileg lesz még 2 stream ma, meg egy videó. Meg egy tech videó. Az is lesz lehet. Ó, bazd meg. Na, faszom tele van, érted? És még az a durva, hogy kettőig nekünk nagyon-nagyon sok mindent kell csinálni. 3 videót kell felvegyünk ma kettőig. Kettőig 3 videót. Úgyhogy ma ki fog kerülni egy sima elvileg, és egy tech is tervben van, és még 2 stream. Na. Tartalom be. Ehhez képest vannak emberek, akik telefonálnak. Na. Találkozunk 2-től, az biztos. Ez fix. Az biztos. Harkály 1. Na srácok, addig is legyen szép napotok, és szép hetetek, ha nem találkoznánk. Szevasztok. Szevasztok.